szózni egy kicsit. Ugye tudtuk, hogy másfélszeres szózós ez a verseny, így hát gondoltuk, hogy pontgyűjtés miatt ez nagyon fontos lehet nekünk. Itt vagyunk, nagyon régen mentünk már Murván, ugye újdonság erejével hatott, úgy mondom ezt, hogy ismét megint ilyen körülmények között mentünk, és szenzációs volt a teszt. Nagyon, nagyon élvezzük azt, hogy egy kicsit úszkál az autó. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy jó is fogunk menni, de mi szeretnénk élvezni és célba szeretnénk érni, ez a lényeg. Gondolom, hogy először elég óvatosan kezdtünk, meg voltunk egy picit illetődve, nem tudtuk, hogy mire számítsunk, ugye minden új, mondhatni, hogy új volt, már nagyon régen és keveset is mentünk korábban murvás futamon. Megmondom őszintén, hogy nagyon tetszik. Nagyon jó, hasonlít a hóautózásra,
jól érezzük magunkat az autóba, és szerintem ez a lényeg. Igyekeztünk eltolni már, megmondom őszintén, hogy ez az autó nem annyira gyorsul föl, mint amennyire számítanék rá. Igazából negyedik fölé nem nagyon tudtunk kapcsolni, tehát nem nagyon érte el a végét az autó, de ennek ellenére élveztük, és csodálatos, hogy ez a kis autó is mennyi mindent kibír. Próbálom beleejteni kanyarba. Megmondom őszintén, lehet, hogy abban is rejlik az, hogy ilyen sokat kapunk, hogy bután megyünk Murván, mert inkább élvezetre megyünk, mint tempóra. Nagyon, a nagyobb kanyarokban nagyon beleejtem szerintem, és az érzése tök jó, viszont kifelé lassúak vagyunk. Én örülök neki, hogy itt az utolsó gyorson esett, mert holnap is esőt mond, és így legalább megízleltük, hogy milyen murva gumival menni vizes körülmények között. Rosszabbra számítottam, szerintem egész jó. Én azt kell mondjam, hogy az első körben alávállaltam egy picit a dolgokat, de tök jól tapadt. Ugye a sárba egy kicsit nehezebben pörög az autó, de én úgy gondolom, hogy mindenhol sikerült jó féktávot, viszonylag jó féktávot tennünk. Nagyon jó versenyen vagyunk túl, mert sokat tudtunk tanulni. Ugye Murván nem vagyunk tapasztalt versenyzők, kevés bennünk a murvás kilométer, igazából ez a második murvás futamunk. Én úgy érzem, hogy tudtunk magunkhoz képest gyorsulni, amennyire az autó is ezt engedte. Nagyon sok van még benne, de élveztük és bizakodók vagyunk, hogy jövőre nézve ez csak jobb lehet, és abban is bízunk, hogy aszfalton is előrébb segít ez minket, hogy gyorsabban fogunk tudni majd közlekedni egy kicsit az autónkkal. Ezek a murva gumik tényleg fantasztikusan működnek, és jól tartanak ilyen szélsőséges körülmények között, illetve elhinni azt, hogy a futómű is, igazából ez a kis autó is, hogy olyan árkokon meg köveken át megy, amit így elég nehéz elhinni. Nagyon extrémek voltak a körülmények, mert hol esett, hol száraz volt itt az utolsó gyorsasági, az kriminális, egy iszabirkózás volt szó szerint, de élveztük, csúszkáltunk össze-vissza, tehát ez tényleg ilyen vakrepülés volt, leállt az ablaktörlő, elfogyott a szélvédő mosóvízünk, és tényleg teljesen vakon mentünk, illetve a pályák is ismeretlenek, de mégis élveztük, nagyon jó volt.